Január 6-án a szabadkai veterinár állatorvosi rendelőben az egyik házivágásból származó sertéshús mintában felfedezték a trihinózis kórokozóját. Az ellenőrzést kompressziós és digesziós módszerrel is elvégezték. Mindazokat, akik elhozták a húst ellenőrzésre, értesítettük. Azt a gazdát is, aki eladta a fertőzött sertést szentestén a szomszédoknak. Mindenki együttműködő volt, így sikerült megakadályozni, hogy ne kerüljön asztalra a szóban forgó húsból. Hasonló esetet tavaly jegyeztek Szabadkán. Ha jól emlékszem, tavaly február 6-án 8 személyt szállítottak kórházba trihinózis fertőzés miatt. Idén ez az első eset Szabadkán és környékén. Az állatorvosok arra figyelmeztetnek, hogy nő a fertőzés veszélye, mert napjainkban az emberek ritkábban viszik el a húst ellenőrzésre. 2006-ban és 2007-ben 4 és 5 ezer között volt a vizsgálatra hozott minták száma, 2013-ban pedig megközelítőleg 1300. A legfontosabb az lenne, ha szokássá válna minden leölt jószág húsának ellenőrzése, elsősorban a saját és mások egészségének megóvása érdekében. A trihinózis vizsgálat gyors és nem is drága, ezért a biztonság érdekében semmiképpen ne hanyagoljuk el.